Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Mai Csendes Percek sorozat témája a szeretetteljes emberi kapcsolatok, és a mai témánk zárásként a hűség. Jézus mondta, az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hogyan kell szeretnünk másokat? Ahogyan Jézus szerette az embereket. A Jézusi szeretetet elsősorban abból látjuk, ahogyan Jézus bánt az emberekkel. Nekünk kiket kell szeretni? Ha a szeretet életgyakorlat, akkor elsősorban azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, akikkel közösségben vagyunk. De mondhatjuk azt, hogy mindenkivel, akivel találkozunk. De nem csak mintát adott ehhez Jézus, hanem elküldte a szent lelket, aki munkálkodik a mi életünkben, és segít bennünket abban, hogy szeretetteljes kapcsolatokat tudjunk építeni. Pál Apostol úgy fogalmazta ezt meg a galata levélben, hogy ne a test kívánságát cselekedjük, hanem a lélek gyümölcsei szerint éljük. Ez azt jelenti, hogy úgy tudunk szeretetteljes kapcsolatokat építeni, hogy először is megszabadulunk az emberi vágyak által irányított rossz cselekedetektől, és helyette engedjük, hogy a Szentlélek vezetése által jó cselekedetek szerint, jó szokások szerint éljünk az emberek között. A mai témánk bővebb címe hűség, hit és megbízhatóság a közösségért. A lélek gyümölcsei listában a magyarra hűségként fordított szó helyén görögben a pisztis szó található. Ennek nagyon gazdag jelentés tartalma van, általában hitnek fordítjuk, de jelenti még, hogy bizalom, Meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték, hit, hűség, megbízhatóság, hitelesség. A pisztisz, mint erény, arra az emberre jellemző, aki a hitből fakadóan bízik Istenben, mivel bízik Istenben, azt teszi, ami az Istennek tetszik, ami az Istent dicsőíti. Az ilyen emberre az jellemző, hogy ő maga is megbízható, hiteles és hűséges lesz. Sok Hűséges hithőssel találkozhatunk a, a Szentírásban, de a mai napon is maradjunk meg Jézus példájánál. Azzal a küldetéssel érkezett Jézus, hogy az Atya és az emberek szeretete miatt magára vállalja az embereknek a, a büntetését, azt a büntetést, amit nekünk kellene a bűneink miatt megkapni. Földi, a földi szolgálata során Jézus Végig hű volt az atya akaratához, végig abban a programban vett részt, amit e, e, kitűzött célul, e, hogy megmentse az embereket. Még akkor sem e, hátrált meg, amikor gyalázták, megalázták, bántalmazták azok, e, akiknek a megmentésére e, eljött. Bízott az atyában és bízott a küldetésének a, a sikerében, és mivel végig hű maradt ezért számunkra is megbízhatónak bizonyult, ezért bízhatunk mi magunk is Jézus személyében. Mi lett az atya iránti hitének, hűségének a következménye? Egyrészt Jézus úrunk legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, annak a következményeit, feltámadásával egy reményteljes jövőt adott a benne bízóknak, és a világtörténelem legnagyobb közösségét hozta létre, térben és időben létrehozta a gyülekezetet. Milyen hatása lehet annak, ha mi bízunk Istenben, és mi megbízhatóak vagyunk ezáltal? Azok a közösségek, amelyekben élünk, amelyekhez tartozunk, azok szeretetteljesebbek kíválnak. Összetartó, szeretetteljesebb családunk lehet, javíthatjuk az iskolai munkahelyi légkört, Isten kezében eszközök lehetünk abban, hogy rajtunk keresztül is növekedjen az a közösség, amelyet Jézus úrunk 2000 évvel ezelőtt elindított. És zárjuk ezt a sorozatot Pálapostól szavaival. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk így élni. Köszönöm a figyelmet, legyetek áldottak, és legyetek áldássá.